Kiállok az erkére és üvöltök egyet. Most olyan teátrálisnak érzem magam. A focizó kisfiúk is felnéznek rám, de csak azért, mert a 8. lakom. Nem tudom, mit gondolhatnak, talán olyan lehetek a szemükben, mint számomra az az alkoholista, aki minden reggel ugyanakkor okád a ház előtt, de egy kicsit együtt is érzek vele. Kicsit ugyanolyanok vagyunk, csak másfajta kényszer hajtja ki belőlünk a vágyat, egy olyan életre, amiben nem fekszenek rajtunk kivéreztetett elefántok. Apámtól hallottam egyszer, lelőtt egyet Afrikában. Akkor hazudott nekem először. Másodszor, amikor azt mondta, a világot érdekli, mi van velünk. És sosem lesznek usangás farkas jelmezes csávók az USA választóirodájában. Szegény, lehet nem hazudott, csak tévedett. Ami valamilyen szemszögből nézve szép. Mint a narancssárgára sminket lányok, vagy bárki másnaposan reggel. De most váltsunk témát, valami fontosabbat kell megtárgyalnom magammal. Cigicsikkevő galambok simulnak hozzám, lehetnék a királyuk is akár, de mit kezd az ember egy galamb hadsereggel? Aj, már megint ilyen hülyeségeken gondolkozom, ahelyett, hogy megváltanám a világot. De hát mit tehetnék, ilyen büdös mocskos, céltalan huligán semmire kellő, undorítóan chipset zabáló generációba születtem én. Mit tehetnék ilyen helyzetben? A lemenő nap agóniájában keresem az értelmet. De az elbújt a rácsok között átfért öngyilkosok szájában, megakadt az utolsó mondat közepén. Már megint megtörténik. Ezen a reggelen is éjszakát tatogok. Talán ezért nem értenek meg sosem a nappalok, meg a közönség, meg úgy senki. Amúgy is ez a csaj, mi az anyámról pofázik itt már 2 verse, dobálózik az elvont fasságaival, meg üvöltözik a képembe, miért nem mond már valami egyértelműt végre? Mondjuk, hogy a haza fontos, vagy hogy szeressük fel a barátainkat, mondjuk azt is sokan félreértették, de na érted, mire gondolok? Szóval ezt gondoljátok. Hát, értem, ez van. Megyek is. Vagyis még elmondanám, hogy nem vagyunk egy elkeseredett generáció, csak nem tudjuk, kik vagyunk, mert mindent megkaptunk, annyi döntés áll előttem, most meg az Instán megszavazták, hogy legyek öngyilkos, a kommentelők kérésére megettem egy téglát, csak valaki mondja már meg, mit tegyek. Na mindegy, akkor én most már tényleg megyek.